Brian és Rachel Nelson élvezte, hogy az évből 6 hónapot a Virgin szigeteken töltenek a férfi munkájának, a repülőgép szerelésnek köszönhetően. Nagy lábon éltünk, amikor a Virgin szigeteken voltunk. El tudják képzelni, milyen ott élni. Nem kell hajót bérelni, hogy egy másik szigetre átmenjünk, csak a hitelkártyánkat használtuk. Tudják, ez nagyon csábító. Évekig élvezték ezt az életszínvonalat, amivel csak egy gond volt. Mindezt hitelkártyával finanszírozták. 40 ezer dollár volt az adósságunk. Az egész hitelkártya tartozásból eredt, mert azt nagyon könnyen tudtuk használni. Hatalmas nyomás volt a vállainkon, ami lenyomott. Aludni sem tudtam éjjelente, mert mindig arra gondoltam, hogy fogjuk ezt kifizetni, hogy szabadulunk meg ettől az adósságtól. Gyötrelmes volt. Aztán vége lett a munkának, és hazaköltöztek Minnesotába. Két munka között semmire sem számíthattak. Amikor eljöttünk a szigetről, akkor a adósságunk volt, hogy csak egy 350 dolláros albérletet engedhettünk meg magunknak. Egy hálószobás lakásban éltünk, ami tele volt dobozokkal, és annyi helyünk maradt csak, hogy leüljünk a kanapéra, és lefeküdjünk a földön levő matracra. Tudták, hogy drasztikus változások kellenek. Az első lépés az volt, hogy Isten pénzügyi elveivel legyenek összhangban. A nehézségek ellenére tudtuk, hogy Istennek célja van az életünkkel, és ez nem az, hogy adósságban legyünk. Így tisztában voltunk azzal, hogy valamit tennünk kell, és olyan irányba kell haladnunk, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat, hogy újra kezdjük és jól csináljuk. Isten szerint csináljuk. Először Isten munkájába kellett adniuk. Ostobán költöttem mindenfélére a pénzem. Ehelyett Isten királyságába kellett volna vetnem már jóval korábban. Tervet készítettek, hogyan fizessék vissza az adósságot, visszavettek a költekezésből, többet adtak Istennek, a CBN-nek is adakoztak. Engem különösen az Operation Blessing fogott meg, mert láttam, hogy ők a harmadik világba is mennek. Mindig ők az elsők, ha valami baj történik, és ők vannak ott legtovább. Brian hamarosan a Microsoftos Paul Allenhez és másokhoz szerződött, hogy karbantartsa a hidroplánjukat. A dolgok kezdtek megváltozni. A bevételünk emelkedett, ahogy folyamatosan fizettük a tizedet, és adakoztunk a szokásos felajánlásokat meghaladva. Aztán Brian jövedelmező álláshoz jutott. Repülőgép szerelő lett egy olajkitermelő cégnél. Isten kinyitott egy ajtót előttem, és felvettek kezdetben vállalkozóként, majd teljes állású alkalmazott lettem. Kifizették az adósságukat, és Brian most sokkal többet keres, mint valaha. Rachel úgy látja, az áldásuk abból fakad, hogy engedelmesen, hűségesen adnak Isten világot átölelő munkájára. Olyan áldott vagyok, mi mást kérhetnék még? Mindenem megvan, amire szükségem van. Nem érzem a nehézséget, szabadnak érzem magam, tudok levegőt venni. Adósságmentesek vagyunk, és ez csodálatos érzés. Isten jó! Az Úr kitárta a menny ajtaját, és többel áraszt el, mint amit valaha kértem vagy elképzeltem.